Hello, szervusztok, sziasztok! Itt vagyok egy következő résszel, amiben nem is tudom, hogy mit is csináljak, de azt hiszem, hogy tudom. Van itt nekem itt ez a három csodálatos koponyám, úgyhogy valószínű, hogy vidörgyilok lesz. Ha már fölépítettem neki itt a játék eleje óta szobácskámat, szedjük is össze hozzá a hozzávalót. Azt mondja, hogy leteszteljük, hogy mi újság van véle. Meg magamhoz veszek némi ilyen kis lityilötyit. Hát, ha szükség lesz rá, elméletileg innen ki nem fog tudni jönni, mert ugye ő kell, mert igen, elég az akkor három magas, és nem fog kiférni. Na, majd mindjárt lemeózzuk a dolgot. Azt mondja, hogy fegyver kéznél. Mi baj lehet? Mert jó lenne a nekem a Nether Star, mint olyan. Ajaj! Tűnés! Na! Töltődj már föl, kis csávó! Hát a ajtóm az eddig bírta, ez várható volt. Igen, mondtátok azt, hogy ugye tegyek rá a nyilvesszőre kvarcot, meg ilyeneket, de nem teszek. Kipróbáljuk, ez sebzi a mana is. Akkor meg mit gyilazok én itt? Mi van, kis csávó? Szar a világ, mi? Ott, be vagy zárva. Na, gyerünk. Nem megyek közelebb, akárhogy is szeretnéd. Na jó, egy fene. Ütök is rajta egy kicsit, úgy. Hello. Szia, dobozos. Jé, van egy Nether Starom. Meg egy Division Sigil. Meg ilyen apróságok. Én meg itt fölkészültem itt nagyba, hogy mi lesz, mit csinált ez a fákjáimmal? Szétszette a segítség? Na? Lefagytam. De miért? Oké. Ez így jó volt, egy ilyen kis szolid lefagyás. Szóval is tettel, lenyúlta a fákjáimat a kis genyó, de itt, igen, ide be van. Bekészültem itt a pósönökkel, hogy hűha, mi lesz itt, de a szoba elvégezte a feladatát, amire építve lett. Úgyhogy tökéletes. Hát az ajtó, igen, ez nem a vider ellen van kitalálva, hanem egyéb mások ellen. Tökéletes! Van egy Nether Starom, amit mire is fogok elhasználni. Azt mondja, hogy bacon. Hát, én egy ilyen bacon fogok, na azért, belőle csinálni, mert az jó. Ezen kívül majd most már majd meg kellene csinálnom a Blood Altart, mert ugye kérdeztétek, hogy lesz-e mélyecskézés. Igen, majd mélyecskézek, közben itt meg lemmeg dúrognak a srácok. Igen, mert eléggé karcsú itt a felhozatal. Ez meg a frenéért van nálam a potion. Gyorsan is teszem. Á, de nem is oda, hanem ide bedobom. Tang. Úgy is kell a botocskám. Oké. A Soul Sandet viszont vissza az emibe. Ezt is úgy, kész. A wrenchet is, ezt föl kell majd töltenem. Nem lényeg. Na. Van itt a botaniában olyan, hogy ez a Ritual of Gaia, amihez kell egy bacon, meg ilyen
Gaia Pilon, ami így néz ki. Pixie Dust, ami így néz ki. Úgyhogy én most ezt így gyorsan visszaaktiválom ezt a történetet. Amúgy bekapcsolva hagytam, ő zabálta ki innen ezt a manát, fene a pofáját, mert ugye egy, azt mondja, egy Pixie Dust-on van. Akkor csinálok, úgy legyen öt. Ja, meg kellene Monastir is, úgy azt mondja, Pixie Dust-ot kérek. Puty, puty. Nagyon kis rendi vagy, köszike. Most jön az Elementium. Na jó. Gyerünk, gyerünk, 6, 7, úgyhogy szóljon. Oké. Azt kell megnéznem, hogy mennyi is kell ebből. Azt mondja, hogy Pixie Dust. Most hol vagyok? Na, eltévedtem. Na, kell ilyen Manapilon. Ez kell Terrasteel Gold. Jó, oké, azt hiszem Terrasteelt kell csinálnom. Hát igen. Úgyhogy Iron. És na, ebben elég sok van. Zamek. Csak így lazán stackessével. Király. Ott dobálok be jót. Ez nem ad annyit vissza. Várjunk csak. Ja, de hogy ne adna annyit vissza? Hát én nézem itt el. Kettő kell belőle ahhoz, hogy egy legyen. Jaj. Igen. Úgy. Na, van még? Jön még? Nem jön. Oké. Jaj, na szóval. Akkor még egyszer, Pixie Dust. Az most van 5-6 darabom. Igen. Viszont 4 darab pilon kell, úgyhogy kell még Pixie Dust. Francba, francba. Méghozzá akkor még minimum 2. Egy, kettő. Köszi. Akkor először a mana pillan. Két monastery, mana diamond. Diamond nincsen nálam, azt tuti. Gia. Igen, ezt a... Ó, most nézem, hogy gyűlik a diamondom, mert nem ennyim volt. Persze, megy a bányászgép. Ha, jó van. Felét meg beletesett teszem. Ja, nem, aha. Nem volt annyi mana benne. Persze. Szóval akkor gold. Mert még én rossz chestbe turkálok. Volt itt 4 darab gold. Az meg így. Ez volt középre, de 4 kell. És így stimmel. 4, jó, még gold kell. Gold. 1, 2, 3, 4. Király. Azért megnézem. De jól emlékszem, akkor igen, 4 ilyen pilon kell, pilon darabonként. Jó. Akkor 1, 2, 3, 4. Szuper. És akkor ezt rakjuk most körbe. Így. 4. 4. 4. Nem így. Ide a pixi. Szuper. Megvan a pilon. Így. Akkor mi kell még? Igazából
elméletileg semmi, csak le kell rakni a bacont. Igen, ja, és rá kell kattintanom simán, azt mondja, hogy egy terrasztillel. Tehát kell még csinálnom egy terrasztilt. Amihez mi is kell hozzá a gyémánt. Azt mondja, hogy terra, az a gyém, na, keresek már rá, gyémánt kell hozzá, manapörl, meg a elementium, na, na jó, azt mondja, hogy gyémánt, úgy tudom, hogy egy manapörl, ki is próbáljuk. Igen, nem jó helyre dobtam, mondom, oda, rá, nem át rajta, rá, úgy, és igazság szerint egy manasztil, igen, jó, akkor csak jól emlékeztem. Ja, meg egy félbödön ilyen vacak. Akkor én ezt az ötön bele is ürítem, amíg az ott nő. Úgy. Na, királyság. Csinálunk még egyet. Ha már itt vagyok. Egy. A pört nem hoztam. És akkor itt kinéz nekünk elméletileg még egy csetepaté. Úgy, talán közelebbről dobom, igen, akkor nincsen ilyen probléma. Gyere papához. Szupi. Az üres oda. És akkor, hát kiből csináljam, hát stílusosan van itt nálam Living Rock. Közben meg este van, fene a pofáját. Oké, okay. Most már kettő van, nem mintha nagyon kettővel szeretnék itt hadakozni, de mindegy. Hogy jó, manapilon megvan a terrasztil, mert az kell, jó. Igen. Ja, közben itt ugye megcsináltam még a Pneumatic Crafthoz a lézereket. Vagyis hát ugye a külön, nem csak az összerakottat, hanem külön-külön. Sűs felnap. Akkor azt kellene még kitalálnom, hogy én ezt hol fogom véghez vinni, ezt a kis mutatványt. Mert jó kérdés. Itt hátul? Hát. Abba itt sehol nincsen olyan. Várjunk csak, menjek oda. Aztán majd találok neki helyet. Lehet, hogy az lesz. Igen, följövök ide a erre a nagy teraszra, itt ahol a Blood Magic-et tervezem. Szerintem itt fogom elintézni a dolgot. Ja. Jó, hát mondjuk akkor ide ezt így leteszem. Aztán lesz, opa, ami lesz. Szerintem ez a csávó, ez nagyon kemény lesz. Van egy erős gyanúm. Ennyi-bennyi. Na. Ezt akartam innen fölütni. Az nem kell ide. Úgy, és azt mondja, hogy kettő magasan kellene itt el úgy a manapilonokat letenni, ha minden igaz.
Azt mondja, 1-2, igen, ilyen 9x9-es történet, de mondom 2 magas. Rendben. Akkor azt mondja, hogy a pilon, 1, 2, 3, 4, ez nem kell ide, csak föltartja a forgalmat. Na! Egy. Szupi! És igazság... egyek. És most fog még majd, akkor szerintem nekem kelleni a lötyém. Van egy erős gyanúm. Ez a instant cucc. Ide be is késztem a következőt is. Kaja van nálam, jó? Mert elméletileg ez a legényez izmosabb, mint a többi. És akkor ide, most vagy egy sima jobb klik, vagy egy shift, mindjárt kiderül. Így belenézek, úgyhogy shift. Húha! És még laggom is van. Nem láttátok, itt volt egy ilyen... Hello! Hello, hello! Gyere már ide, kis csávó! Most nézem, az én vagyok. Az az én skinem. Baze. Nem csesztetsz, ilyen tiszta ilyen vidor effekt. Hello! Hol vagy, baze? Halok, halok. Nagyon halok. Nagyon csúnyán meghalok. Mondom én. Ez így nem lesz jó. És még repülni se tudok. Mert minden áron levonz ez a köcsög. Meghalok, 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 meghalok. Mondom, nem akarok meghalni, nem akarok meghalni. Ide vonz, ide vonz, ide vonz. Mondom, hogy meghalok. És most oda föl kellene hozzá mennem. De hogy? Hát mit vegyek föl? Hát komolyan, hát mindenem ott van fönn. Ezt a bárdot magamhoz veszem, aztán kezit csókolom, van valahol még egy manasztílem, aztán ennyi. Kaját csóztam magammal, király. Ez a genyó, ez meg tudja, hogy itt van. Nem. Nem? Most ezt újra kell. Nagyszerű. Azt hittem, hogy itt lesz a haversász, de nem. Fú, mindenem oda van. Csúnyán. Úgy páncél. Nagyon jó. Konkrétan szart se értem. Itt a dolgokkal. Ide meg azért nem tudtam pakolni, igen. Jaj! Drága jó. Meleg kalács. Hát most mi a fúgya? Bánatba gyilkoljam én le ezt a fazont. Hát nagyon szívós a srác. De tényleg. A lézerrel persze, majd mindjárt azzal fogom, hogy ne. Jó. Gondolkozzunk. Szerintem most csináljak manasztil páncélt, hát ha akkor azzal jobb vagyok? Hát nem tudom. És az a baj, hogy még nem is úgy az életerőmet csökkentette, hogy vissza tudtam volna töltődni. Úgyhogy szerintem itt lehet, hogy begyártok valami kis potiont. Mert ez így nem poén. Hanem levert. A mocsok. Hm.
vagy nem is őt kellett volna ütni. De biztos, hogy őt kellett volna ütni. Azt mondja, hogy nem speed, nem night, nem night instant heal, nem olyan kellene ez a regeneration. Itt van. Ilyen 2 perces, 8 perces. És akkor ilyet igazából pikpak össze lehet állítanom. Viszont valószínű, hogy ja, most nem állok itt neki, mert akkor itt kell grass battle, meg ilyen mindenféle bizgere, úgyhogy ez a részhez maradjunk annyi, hogy volt egy sikeres vidörgyilok, meg volt egy jó, nem sikeres ilyen Gaia Spirit gyilok, ami konkrétan én voltam. Hát még csodálkozom, nem is bírtam el magammal, na mindegy. Úgyhogy a következőre majd akkor fölkészülök. Lehet, hogy csinálok valami, hát a combosabb lesz ellene valami manasztír páncélt, csinálok akkor ilyen regeneráló potion, hát ha érek vele valamit, meg így majd nem tudom, kitalálom, hogy mit tudok kezdeni a sráccal. Lehet, hogy körbe rakom a terepet egy 2-3-4 ilyen kilencsóval, és akkor hát ha, vagy ilyen dropperekkel, amit nyilvesszőt lőnek, tök mindegy, de mekkora gáz, hogy nem tudok repülni sem, meg semmi nem engedi. A rohadék, hanem oda szív. Na szép. Na jó, mindegy, tényleg ez a rész ennyi volt. Köszönöm szépen, ha itt voltatok, tartsatok velem a következő részben is. Na, igyekszem a következő részbe kiírni azt a szemétládát, de tényleg. Jó, addig is, legyetek jó, sziasztok!